Visszatértünk kezdőhelyszínünkre, egészen pontosan már egyel beljebb vagyunk. Tele Gábor áll itt mellettem, aki egy nagyon különleges világba fog bennünket elkalauzolni, bevezetni, mert hogy egy olyan csarnokba vagyunk, ahol hát autók a főszereplők, de egy picit kisebbek. Alapvetően megkülönböztetünk két kategóriát, vannak az onroados és az offroados autók. Ma igazándiból az onroaddal fogunk foglalkozni, minden esetre elhoztunk egy offroados szöcskét Aha. is, ami egy 7-szeres világbajnok autó. Hoppáré! Várja, mert ilyen súlya van? Ez mennyi? Ez egy 3,5 kiló körüli tömegű autó, egy 3,5 köbcentis motorral, aminek a nagyjából a fordulatszáma ilyen 30-40 ezer között van. Összkerékhajtásos az autó, központi fékes, és hát gyakorlatilag egy 20-25 méteres ugrató sem okoz benne semmi problémát. Nem tudom, hogy a kamera látja majd, de ez erre lett tervezve. Hogy így? Hogy ezzel bármit lehet csinálni, megy tüzön-vizen át. Az 1.10-es autók azok már egy tuning motorral elérhetik a 80-90 km/h sebességet. Az offroad autó szintén képes 80 km/h sebességet, ez persze áttételtől, pályától és mindentől függ. Ezek a picikék, ezek így simán legyorsulnak egy normál utcai félsportsportra. Ja, hogy ez természetes, ja? Akkor mondj nekem légy szíves, egy tömegteljesítmény arányt ebben. Ez az autó nagyságrendileg egy az egyhez. Három lóerős motor, egy 3 kilós dolog, tehát fordítsuk ez egy nagyon jó sportmotor. Hát igen, tehát mondjuk egy normál utcai autónál, mondjuk egy Golf esetében lenne, nem mondjuk 1400 lóerős a Golfod összkerékhajtással. Tehát akkor az nem kérdés mondjuk, hogy ezek egy sima utcai autót, mint a szélvész úgy gyorsulnak le. Igen, igen. Neked meg a kedvenc műfajod egyébként? Egy-öt. Az? Tehát ez az egy-öt. A király kategória. Aha. Tehát ebben a műfajban, amiről ma beszélgetünk, a király kategória ez. Igen, mi ezt de csak, tartjuk bocsáss annak. Meg, Gábor, de csak a mérete miatt, mert ebben már igazából minden olyan, mint a nagyban. Azt mondom, vagy... igen. Tehát ez az autó, ez hagyományos kétütemű motorral megy. Aha. Egy 20-as keverékkel töltjük, és gyakorlatilag ez ugyanolyan büdös, ugyanolyan hangos, mint egy normális versenyautó. Ez a kategória, ez egy nagyon fájdalmas anyagilag? Igen. Tehát ez így, ahogy itt áll meg. Így van. Hát ez az autó, ahogy így itt áll, egy tuning motorral, egy titán kipufogóval, a tárcsafékeken, hidraulikus tárcsafékrendszerrel, stb. Hát... Ugye ezt nem hiszem el, amiket sorolsz, tehát hogy ez szinte majd, hogy nem komolyabb, mint a egy... A hadszámjegy vége. Ez valami csoda, tehát hogy ez... Hát itt most látsz egy 23 köbcentis tuning motort, ez még egy normális gyújtásos, az enyémen már egy külső gyújtással van. Várjál, most látom, te esküdj, hogy abroncsmelegítő van rajta. Természetesen, most vettem észre, ha néztem olyan, az előbb, míg rajta van, hogy milyen gumi van ezen, olyan furcsa. Nem, olyan gumiaink vannak, mint gyakorlatilag a Forma 1-be. Itt belül láthatsz egy jelzést, hogy ez például A, ez egy puha kerék, gyakorlatilag ez egy B-s, meg van jelölve, hogy ezt például bal hátul használta a kolléga. Ez egészen, gyakorlatilag azt mondom, hogy két nagy gyártó van, a GRP és a PMT, akik nagyjából 4-5 féle gumi van, külön van esőre természetesen kerék, és az autó beállításához, a pálya talajának minőségéhez és hőmérsékletéhez, és mindenhez képes teszel fel kereket. Amit tegyünk hozzá nagy büszkeségből, hogy ez az autó, amit itt látunk az asztalon, ez egy magyar autó. Ezt a Cserkuti József, Cserkuti öcsi, ugye nem kell őt bemutatni, 10 éve fejleszti és gyártja ezt az autót Magyarországon. Ja, gyakorlatilag minden alkatrésze magyar fejlesztés, magyar dolog. 8-szoros Európa bajnok az autóim máron. Figyelj, föltehetem a koronát az én riporteri munkásságomra a mai nap, hogy az hogy van tényleg, hogy így tartod ezt, és a normál autót ugye így kormányzod. Tehát hogy hogyan érzel azt, amikor jön szembe, hogy igen, akkor merre? Nem jön szembe, sose jön szembe. De hát hogy ne jönne? Hát jön szembe. Nem jön szembe, hát benne ülsz az autóban, és nem jön szembe. Csak akkor tudod átvenni az autónak a mozgását, akkor tudod megérezni, hogy ha tényleg beleéled magad, hogy te ott száguldasz abban az autóban. Kezedbe veszel egy távirányítót, és megszűnik az, hogy balra vagy jobbra megyünk.
tudtam még beleülni az autóba, várjál, még kim vagyok. Kéz megfertőzöttem, pedig nagyon béna vagyok, de már most érzem, hogy maradok. Hát most megpróbálok megállás nélkül körbe menni. Hopp, hopp, hopp. Fék, kanyar. Csinálj egy versenyt, jó? Tehát aki esetleg még nem fertőződött meg, az most képernyőn keresztül kapja meg, amit ebből ki lehet hozni. Beinvitáljuk a kis egeret is közénk, az egy tízes egeret. Persze. Egy tízes egeret! Figyelj, én most téged itt hagynak, mert úgyse tudok innen elvinni, úgyhogy szépen lassan én elköszönök. Kicsit megfertőzöttem, megmondom őszintén. Várom szeretettel a következő versenyt. Szerintem jövök. Önöknek is köszönjük a figyelmet. Jövő héten hasonló kalandokkal, új helyszínekről is még jelentkezik. Addig is mindenkinek minden jót. A viszontlátásra. Kész vagyok teljesen. Ezt lehet szeretni. Ezt a... Hogy megy?